Ma leesett a hó. Itt nálunk megszületett egy vékonyka hóréteg. Lencsi korán ment ki a kertbe, élvezte, körülnézett, átvizsgálta, és kérem, jónak találta. Oly értelembe, hogy még vizet is ivott. Aztán gyerünk be a kutyaholba. Ami biztos, biztos, a görénybunda ne legyen vizes. Mindeközben a kutyák az éjszakai műszakot pihenték ki. Gazda mellett kényelmesen. Majd jöhetett egy jóképű reggeli, mert ugye az nagyon fontos. Tehát pihenés után étkezés, és a kutyapofa nagyra tágul, és eszi a gépsonkát. Nagyon szeretik. Ezután indulhattunk sétálni. Hát kérem, hogy mi minden van itt kinn az utcán, valami csodálatos, kidobott fenyőfa, és vékony hóréteg, a kutyamancs szinte elsőként érinti ezt a friss havat. Gyönyörűen sétáltunk egészen ki a futtatóig. Ott lekerültek a pórázok, és irány befele. Bent már vannak haverok, tehát van kivel játszani, van kivel futkározni. Remek napunk lesz, már a nap is dereng. Lesz itt még jó játék ma, az biztos. Remek ez a hó. A kutyák két pofára nyalják. Csak úgy lógnak a nyelvek, szimatolnak, és nyalják a kutyák a friss havat. Óvatosan kell járni, ezt Rózi nem tudta. Itt a pálya alatt hébe-hóba jég is van. Véletlenül rálépett, tehát pofára esett. De az ügyes kutyák lassan járnak, nem szaladnak a jégen, mert úgy lehet rajta járni, de futni azt nem lehet. Thank you.
imádjuk a teret ilyen időbe, nem csak ilyenkor, máskor is ugyan, de ilyenkor nagyon-nagyon szeretjük. És bizony ma is eljött. Eljött az a bizonyos 9 óra. Ilyenkor a kutyák pórházra kerülnek, s indulnak hazafele. Szép, tömött sorban. Aztán otthon a pihenő. Mindenki lehenteredik a megfelelő helyére, és békésen alusszák át a reggelt. Hát ennyi volt a mai mesénk. Sziasztok, Pajti! Sziasztok, Gazdik! Jó szórakozást kívánunk mindenkinek!